Szevasztok, gyereki. No. Mi a pálya? Ez a szövegindítás. Ja. No. Hát, mi a pálya? Tegnap lett volna úgy videó. Lett is volna. Meg minden. Csak hát... valamiért elbaszta. A telefon, a videót, és a kamera, a videót. Inkább így mondom, hogy a kamera, valamiért a videó, fordítva volt felvéve. Pedig egyenesen tartottam, tudjátok így, fekvőbe. De mégis ilyen állóba volt, ilyen forró, amikor állóba tettem, akkor meg megfordultam. Szóval, what? Hát reméljük, hogy most jó lesz, és... ja. Amúgy forgattam tennap, hogy amúgy kocsivlog lett volna, meg most lett volna egy kis ilyen majd erdőszerű vlog is. Mert olyan helye volt, ahol voltak ilyen kis fák. És tök jó volt, vagy fél órás volt pedig a videó. Tök faintos lett volna, meg minden. Igaz, hogy sok mindenről nem nagyon beszéltem témákat, ilyen filó, ahogy szokottam, filó. Nem volt már nagyon miket, ugye, mit kitalálnom, ötletek. Bár sokszor össze-vissza beszéltem. De nem tudom, miért csinálta azt a telefon. És a kamera, vagy a, most ilyenkor nem tudom, a telefon a hibás, vagy a kamera. Csak a kamera, vagy nem tudom, mert mondom, mozgattam a telefon, mert annyira nézegettem a kamerát, mert kicsit homályos volt az előnapi kamera, mondom, dik. Mondom, mi van ezzel? Hogy igyak most lehet? Ja. Annyira homályos. Olyan, azt hittem elsőnek, hogy homályos, de utána rájöttem, hát a napfény miatt volt homályos. Jaj, de nincs kedvem tartani ezt a telefont most. Ja, úgyhogy... de most is lehet látni, igen, kicsit olyan furcsa homályos, ha előlapi kamera, nem? Nem. Mély sötétűbe. Ja. Valahogy le kéne tenni. Ó, nincs nekem eszem, hogy gyerekek mindig ez a selfie volt. Annyira szal. Most mindig legyen az embernek az eszébe a selfie volt. Ide lepróbálom letenni. Na. A hamulra rátettem a telefont. Ah, még jó is áll ez így. Csak nehogy leessen. Ja. Ó, tökéletes, nem kell ide szelfikot. Rátettem ide a hamura. Csak ne tényleg, nehogy essen le, főleg amikor ha vevő megveszi, vagy nem, még nem jelentkezett, pedig már annyira válom már. Mert imádkoztam is, hogy... Na, ugye eddig még nem jutott az eszembe, hogy ha már jó van, nem hozom a szelfikutot, akkor meglátszik, hogy úristen, le is lehet tenni, hát. Na, de itt van a hamu. Ja. Rátámoztam az akkor. És milyen jó, mi? Mindent jó kihoz. Tökéletes. Olyan tökéletes, mint én, csak nem. Hú, de jó. Szinte kényelmes így van. Na, így már jó, már videóhoz. És már mióta csinálom, az nem volt eszembe azért, ez mekkora égő, mi? Reméljük azért, hogy lehet hallani. Már most tudok beszélni hangosan, mert ugye faterék elmentek. Ja, pedig ahogy tudtam volna olyan hosszú vlogokat is csinálni, akár másfél órát is, mert mondom, faterék mondta Isten nap a videóba, de felségesen pofáztam, úgymond azt a fél órát. Mert ugye faterék mentek ugye, hát intézni a temetési dolgot mamámnak. És akkor ugye, ahol mentek, azt a, hát azt a valami temetkedési, valami, tudjátok, mi a, nem tudom most mi annak a neve,
pedig mondták, de irigy elfelejte is most. Azt ugye ott voltak, vagy másfél óráig, vagy két óráig leintézték a dolgokat. És már meg is van a temetés, pont születésnapomon lesz. Hát, nagyon jó, június 5-én a mamámnak, úgyhogy... Ja, és tényleg nagyon szépen köszönöm a sok őszinte részvételmet. Nagyon sokan írtatok, már tényleg már próbáltam mindenkinek írni külön-külön, de utána már sokszor csak fejélesztés, másolás volt ugye. Megköszönni, meg minden, de utána már annyian jöttek, de nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy sokan gondoltatok erre, hogy őszinte részvételmet kívántatok. Úgyhogy mondtam is utának, hogy jó sokan írtak. Úgyhogy melyik egyszer nagyon szépen köszönöm. Vagyis köszönjük, mert ja. Jó, csak most remélem tényleg normálisan fogja felmenni a fekvőbe, ahogy most van. Nem állóba, vagy hogy vette fel, olyan hülyén. Pedig próbáltam, mondom, a CapTub alkalmazással, próbáltam, hogy helyreállítani a felvételt, hogy a fekvőbe legyen a felvétel, de nem. Hiába csináltam, ment volna, de akkor meg olyan kicsibe volt, nem volt full képernyőbe. Mondom, na jó van. Lehet, hogy Sony magasszal biztos meg lehetett volna jobban ezt oldani, gondolom. Ja, de hát én már nem akarom Sony megaszozni. Ja. Ha már akkor Maxa ugye CapTub, tehát na. Ugye már mondtam múltkor, hogy felrakni a videót a gépre. Minden. Jó, hát most már van egyszerű megoldásuk. Most már ugye múltkor már egyszer erről beszéltem, hogy FTP-vel, Total Commander-rel ez sokkal egyszerűbb, mint USB bedugni, mert minden. És akkor úgy fel lehet tölteni a telefonról FTP-re képre a videókat. És akkor úgy már azért már jobb. Nem kell USB-zni, kihúzni, meg ilyenek. Jó, az sem nem nagy kaland, csak hát... Na mindegy. Úgyhogy nagyon el lett baszva ez a felvétel, pedig olyan jó volt, kis erdővlog féleség, meg kocsivlog, ami már 1000 éve nem volt. Ó, és nem. Jó, van olyan, aki ugye csak hallgatja a videót, mert régenben már írták, hogy valaki csak hallgatni szokta a videókat, nem nézni. De hát most abból mondan tudjam ki az, aki hallgatja, csak valaki megnézi is. Nem, úgyhogy, ja. Inkább úgy voltam vele letöltöm, én ezt a videót nem töltöm fel. Hát jár így néha az ember, nem? Ja. Na mindegy. Tényleg nem lehet, hogy lehetett volna máshogy megoldani még, milyen programmal az ilyet, hogy tényleg normálisan, de hát ha már nem jól van felvéve, akkor biztos nem lehet már, szerintem már videószerkesztő programmal is alkalmazással, vagy nem tudom, tényleg meg lehetett volna oldani, hogy ugyanúgy normálisan fekvőbe visszarakja, és akkor full képernyőbe, mert mondom, a CapTub az nem csinálta meg úgy jól. Vagy csak én nem értettem jól hozzá, inkább lehet az. Hogy én nem értettem nagyon hozzá, hogy kell... Na mindegy, ez van. Jó, hát... Majd hát lesz még ilyen lehetőség, hogy kocsulom meg. Pedig tényleg jó el kis eldugott helye voltunk, mert minden jó kis csendes, nem mászkáltak senki, úgymond nem nagyon jó kis, hát majdnem ilyen puszta mellett voltunk, ahogy Ádám Mobil szokott menni, ugye a pusztára,
Még oda is mehettem volna posztára. Ja. Azért mondom, hogy... Nem tudom, miért csinált ezt, hogy... Na mindegy, ez van. Így jártam, az kész. Hát, nem szabad piszkálni. Pedig hát még a piszkáltam is a kavalát, hogy néztem, hogy miért homályos, vagy nap miatt. Azt, akkor is kiléptem, meg visszaléptem, hogy az se lehet, hogy most ugyanúgy hagytam az alkalmazás a kavalát. Értitek? Kiléptem, és akkor majd visszaléptem, és úgy nyitottam el, ha felvétel pedig. Ugye értitek? Nem úgy, hogy na. Akkor úgy nézegettem a kamerát, és akkor, hogy miért? Na mindegy, hát, ez van, na. Ja, így az ember biztos más videós is szokott járni, így vagy csak én. Jó, hát ritkán járunk, így ritkán. Na mindegy, hát nem magyarázkod, így jártam, osz. Tupák. Ja. De nagyon várom már, hogy tényleg már, mondom, imádkoztam is, hogy kérem Istenem, hogy hívjon már a jelen közül, hogy nagyon jó lenne, ha megvenné. Én tényleg örülnék már 70-ért is. Meg azt akartam kérdezni, azt kérdeztem a tegnapi videóban. Na meg ez is, jó. Már úgy láttam a Xiaomi-nak a Poco X6 Pro-nak két verziója van, 8 giga-ram, meg egy 12 giga-ram. És ugye a 8 giga-ramnak 256 giga tárhelyes van, és a 12 giga-ramnak 512 ugye bár. Ugye nyilván a 12 giga-ram most úgymond terveztem volna, de beszéltem ugye a bátyámmal is tegnap erről, ő is azt mondta, hogy úgymond a ramok a telefonban, az a játékok a, úgymond a fontosabb, hogy aki úgymond ki milyen játékokkal játszik. Milyen erős, nagy gépigényű játék, meg ilyenek. És akkor tőletek is meg akarom kérdezni, hogy ez igaz, hogy a RAM az úgymond, jó, nyilván biztos fontos, hogy persze most 12 van 8, de ugye ez is 8 giga RAM-os, és ugye ez is tökéletes. És ugye a 8 giga RAM 256 giga tárhelyes Poco X6 Pro az csak ilyen 130 közt lenne kb. A izén néztem most, mert ugye írta, azt hiszem az egyik néző írta, amikor mondtam a xre.hu oldalt, hogy milyen úgymond szar. És akkor ő is mondta, hogy hát igen, az oldalra nagyon szenvedes sokat, a x.re.hu oldalon. Akkor lett ő is magának telefont, vagy mit, és akkor írta, hogy a bter.hu, vagy mi a neve, hogy az megbízható. És akkor ott láttam, ott lenne 129-ért kb. És sárga színbe, ugye, nem ugye sárga színbe akarnám majd. Már előre, hogy tervezkedek mi. Ja. Mert sárga színben tetszik. Még már ugye mondtam már ezt nektek, hogy a fekete színt már meguntam már, úgy mint az egérbe is. Jó, hát billentyűzetem sajnos fekete színű, de hát ez van. De úgy, én már de annyi szó volt, mindig csak fekete. Azt, csak hogy szerintetek is megbízható oldal, ez a bait, valami baiter.hu, vagy mi a neve? Ami az állókereső által van, de néztem már a portról véleményeket attól függetlenül, és úgymond úgy néz ki, hogy jókat írnak róla, és nem bízhatónak van téve az oldal. Már ami ugye állókereső által van boltok, azok általában elvileg nem bízhatóaknak kéne lenni. Mert nyilván tudom, ami nem a állókereső vannak oldalok, weboldalok, ilyen telefonos, vagy bármilyen céges oldal. Webshop, azok nyilván nem hiszem, hogy megbízhatók. De már ezek már azért. Meg a bétel, vagy hogy kell ezt még kiejteni, a jó ejtem bétel, azért az már régóta van, azt már tudom, már régóta üzemel. Na mindig, csak hogy ne, ott lenne akkor úgymond legjobban megvenni.
Mert Emagon is van, csak az a baj, Emagon a 8 gigaram 512 tárhelyes, az csak fekete színben lenne. Nincsen, nem találtam sárga színbe. Vagyis hát lenne, csak az meg ugyanúgy drága, 150 valamennyi vagy 160. De akkor még már mindegy, ha 12 gigaramos. Na értitek, szóval... Na mindegy, úgyhogy ezt akartam még a tegnap ezt is kérdeztem a videóban, de hát felesleges volt, mert ja, letölöltem a videócskát. Sajnos csak kinti vlog, ilyen otthoni vlogot láttok, pedig már biztos úgymond ezt is unjátok, hogy ezt a helyet, de hát mindig jobb, mint a benti vlog, ja, meg a szobalogok. Bár jól mondtam, hogy írt egyszer már valaki, hogy nem az számít, hogy hol vagy, hogy miről beszélsz. Hát ez is igaz. Ja. Fú, pedig vagy másfél óráig, vagy két óra hosszáig már untam magam. Még jó, hogy hoztam a telefont, mert ugye én már mondtam, nem nagyon szoktam hozni a telefont, de ugye mivel tegnap ugye ügyintézés volt, hozni kellett a telefon, mert OTP-t is ugye kellett intézni a kártyát. Jó, nem kellett hozzá a telefonom, de mondom, ha mégis kell, akkor na, valami SMS, meg fel, meg vagy, mit tudom, értitek. Ott is ugye voltunk egy jó pár, hát egy fél órát, 40 percet biztos. Ugye, meg a munkaügyinél is voltunk, meg... meg a Otinál is voltunk. Ugye, amit mondtam múltkor, hogy a hátammal kapcsolatosan, az... Ja, vagyis hát aztán arról nem is meséltem. Vagy meséltem. Már nem tudom. Annyi mindenről beszéltem már gyerekik, hogy... Ja. Hát végül is azt elmondhatom, mert nem olyan izé, hogy dolog, hogy most erről nem beszélhetnék. Mert ugye, szerintem biztos beszéltem már, amikor fájt a fogam, és akkor kiderült, hogy nem is a fogam fájt, hanem ugye a nyakam fájt. És akkor azért küldtek a valami reumatológiája, nem tudom kiejteni, lehetne venni. És akkor ugye megvizsgáltak a hátamat, a nyakamat, gerincemet, mindent. Voltunk ilyen emeli vizsgálatok is, meg ilyeneken. Ja, úgyhogy... De úgy néz ki, hogy nincs gond. Azt mondták az a lényeg, hogy... Csak hogy... Hogy a izében, amikor a fogam fáj, akkor... De utána mondták, hogy nem is a fog, hanem mondom, a nyakamon volt ilyen valami görcs, és az azért jött oda a fogamra, az a fájdalom a nyakról. Ja, nyilván mondták tegnap, hogy azért nem állt el a tornáztatni a hátamat, ilyen tornákat csinálni. Ja, hát mondtam is nekik, hogy nyilván ráérlék, hát van időm sajnos, ami nem jó, de hát mióta megy a felvítül, 18, mert azért most azért így, most lehet is jobb is, hogy így otthon csak nyugalmasabb videózni, mint a kocsiba. Jó, hát mondom, csendes környék volt, meg nem ilyen város parkolóban voltunk helyen, nem, ahogy mondom, nem mászkáltak úgymond. De ott is tudtam nyugodtan videózni, pont erről beszéltem tegnap is a videóban, én nem tudom már mióta már úgymond nem iszok. Jobban szeretem a csendet, mint most is ezt is. Például már valamiért nekem már, hogy mondjam, úgymond már zavar, úgymond már idegesít, hogyha a szomszéd a bárhol, vagy valami építkezés hang van, vagy megy a zene a szomszédba mulatnak, vagy kiabálnak, vagy mit tudom, értitek. Valahogy én már megszoktam már csendet nyugalmat, pedig ugye pont beszéltünk utáról is, hogy hát pedig kertes házban nőttem fel, ott születtem úgymond, viszont nem a kertes házban, de na, mert ha még a B házban születtem volna, oké, ott úgymond csend van. De hát
nem tudom mióta, úgymond nem iszok, már vagy 2 éve, lassan 3 ugye, vagy 2,5. És nagyjából azóta már, nem tudom, már nyugalmas szeretem. Olyan, mint a öregszenék usz, akkor nem tudom. De tényleg, én már így érzem már, hogy a nyugalmat, hogy a csendet valamiért már. Válasson már PH-ba kérek öltözzek, mi? Ja, de miből mi? Na mindegy, csak gondoltam ezt is elmondom, mert ugye ezt is mondtam tennap, hogy miért lehet ez, hogy szerintetek, hogy én miért vágyok már nyugalomra, úgymond, hogy beikességre, hogy nem zajokra, meg kiabálásokra, mert ugye a szomszédban vannak ugye gyerekek, azok ott is ugye szoktak kiabálni, és akkor valahogy engem zavar mind. Nem tudom, tényleg milyen. Hogy évek alatt, amit csináltam, ugye bebaszós rázott, hogy zenéltem, meg kiabáltam, ugye. Pedig hát akkor meg szerintem őket idegesítette, a szomszédokat, ugye. Na, akkor én meg hogy csinálva elgöltem, meg ilyenek mi. Hát azért, ja, biztos nem lehetett rossz. Nem, vagy na, nem lehetett jó, kellemes. Pedig általában mindig ugye bezártam az ablakot, amikor csináltam ugye a bevaszós rájukat. De hát ugye nyilván akkor is, amilyen hangos voltam. Biztos lehetett akkor is hallani, hogy üljöngök, meg ordibálok, meg zenélek. Jó, hát a fülesen zenéltem lett, amúgy meg legtöbbször, tudjátok, csak mondom, amilyen tudtam oldibálni, hát. De ahogy majd mondjátok meg, hogy ez tetszik, de most így ide laktam a telefont, hogy jó ez a kamera állás. Ha nem fordított el a telefon a kamerát, nyilván, de reméljük, hogy most már jó, fekvőben van normálisan. Ja. Úgyhogy te úgy néz, de szerintem úgy látom, hogy biztos jó ez, nem? Jaj, úgyhogy ez a helyzet, gyerekek maguk. Ugye, ezt is el akartam mondani. Ja. Ugye beszéltem arról is, hogy de az is már felesleges téma, mert már nem kéne erről mindig beszélni. Hát, amit mondtam múltkor, ezt a sajos dolgot, ezt a tiltást, de hát valahogy annyira zavar, hogy mely bánik így velem, akkor is ilyen gyerekes módon. Jó, mutanomnak írt őszinte részvétemet, és ez meglepődtem. Ja, néztem is, mondtam is mutanomnak, amikor szólt. De nagy volt, legalább na. Meg volt a tisztelet, hogy akkor mégis írt mutána. Ha már égemet letított mindenhonnan, ahogy csak tudott, meg leiratkozott, meg ilyene. Jó, nem hiszem, hogy nézni a videóimat, bár múltkor is mondom, írt oda a kommentet. A No Jó, a valami No Jó Kedvű című logba. Nem tudom, minek mondom, amikor. Csak hát, hogy mondom azért, hogy hát, ha valaki megvédott, amit írt, mert pedig nem is igaz. Hogy amikor írt, ahogy szeret, mert ha szeret valaki, akkor majd foglalkozna velem, de hát, na hagyjuk, mindegy, hát ez van, ahogy írta valaki, hogy van, lesznek is, lesznek gyerekes, úgymond nők, máshol is vannak, nem csak itt, mindenhol, tisztelt a kivétel, nyilván biztos nem mindenki ilyen, csak nehéz megtalálni az olyat, aki tényleg normálisan, és nem olyan, hogy most minden hülyeségen letít. Na úgymond még, ahogy mondtam, mert még neki van feljebb, amikor nekem kéne, mert én érzem magamat egyedül, a szüleim kívül, és nekem nincsen társaságom, meg barátok, meg barátcsajok, meg sorolhatnám, ugye. Nekem van ez, na, nekem lelkileg szar ez,
tudom, hogy nem szeretik az emberek, hogy a nézők, hogy sajnáltatom magam, de hát ahogy írt egyszer valaki, hogy azért vagyok videós, hogy beszéljek a problémákról, azért kell beszélni. Azért mondom, jó, nyilván van egy határ, mindenről nem lehet, de azért próbálom úgy mondani a dolgokat, hogy nyugodtan, nem úgy, hogy csúnyán meg ilyenek, mint múltkor sem, amikor hú, de ideges voltam, meg amikor letérünk, de még akkor jó, hogy nem videóztam, ahogy mondtam, mert akkor biztos úgy mondtam volna a dolgokat, hogy na mindegy, úgyhogy ez van. Ezt kell szeretni tovább kéne lé, nem csak, nem tudom miért nehéz. Nyilván így, persze, hogy nehéz, ha mindig egyedül, vagy itthon vagyok egyedül, vagy na, értetem. Nem megyek sehova így, persze, hogy nem fogom tudni szerintem elfelejteni sosem. A meddig esetleg nem lenne más valakim, vagy mit tudom én. Na mindegy, ez van. Most hiába mondom azt, hogy ez van, de mindegy, de akkor is az a jó, mert legalább már nem sírok, meg könnyezek amiatt. Ezt is már ugye mondtam párszor, de azért már ez már tovább lépés, hogy ezen már túl vagyok a dolgokon. Csak hát még az a lelkizés ezen nem vagy tudok még túl lenni még. Ez szerintem addig lesz bennem, ameddig nem változtatok rajta. Ahogy írta valaki, hogy el kéne mennem ilyen, mit is írt, vagy ilyen pszichiáterre, vagy pszichológushoz, vagy hogy mondtam el. Elvileg azt tudna segíteni. Ja. Na mindegy, úgyhogy jó van ez. Na, kb. Pont, hát kb. Pont ennyi volt a videó, és ilyen majdnem fél órás volt. Ilyen 27 vagy 29 perces volt amúgy a tennapi videó. A kocsi vlogos féleség. Igen, kb. Ennyi volt ilyen 27, nagyjából. Szerintem, amit tudtam, elmondtam. Nem értőleg, nem felejtettem ki semmit. Ja, ha meg elfelejtettem valamit, mert még nyilván tudnék videózni, mert ugye mondták utazik, hogy hát vagy másfél óráig ugyanúgy el lesz, oda lesznek, vagy két óra, másfél, úgyhogy még tudnék, még simán még akár egy órát is, de hát most mit videózok egy óráig még? Jó, hát ugye tegnap is úgy volt, hogy azt mondtam a videóban, hogy nem majd lájúzok titkokon, de nem volt kedvem. Valahogy nekem az a lágyozás már akkor sem olyan, ami már beszéltem erről is, hogy jó pászom. Jó pászom, mert ugye lágyoztam múltkor ugye ezen a titkokon, de akkor is már nem, én már kinőttem belőle, akkor valahogy kizavarodtam belőle, vagy hogy mondjam ezt a szót. Ja, nem mindegy, úgyhogy Tupac. No. Hát, szerintem én elköszönök gyerekek, hát most mit csináljok? Nem? Már meg volt két cigi. Nyilván majd még én fogok cigizni, meg folytatom a Willy Bausteledeist. Hú, csak hát. Már nem. Úgy vagyok vele, hogy jaj, de elzsibbadt a fenekem. Az őle is be. Ja. Amikor ilyen sokáig ülök. Tehát nem néztem. Jaj, még nehéz felállni. Jaj, el nem mozdulj, kamera. Kérlek szépen, nem mozdulj el. Ja. Kár behozom a osztályt, nehogy valami bogár belemenjen. Azért már most már jönnek, mennek ilyenkor. Nem akkor a bogaras osztályt inni. Vagy ti akartok? Á.
Úgyhogy várom már nagyon ezt a minél hamarabb szeretném már pedig. Annyira jó lenne, ha el tudnám már héten adni azt a telefont, azt megrendelni a másikat. Ja, nagyon szeretném. Hát sok mindent szeretne az ember, de hát... Na. Becsukom az ajtót, ne jöjjön be a irigbogár. Meg a légy. Na. Ez az új... Üzé... Milyen neki megyek az ajtóra. Na, jó van ez így. No. Azért nem élem tettet ez is. Ez a videó is. Az otthoni kinti vlog. Balmeg. Na. Na. Jaj. Na, már jó, már biztos nevet, ha nézi. Nem bár nem tudom, mi a vittes ellen, de úgy is már jól nevetett, még régen, amikor harcisztam. Ja, hát nem tudom, mi a vicces. Vicces? Mi a vicces? Ja, mondjuk, hogy nem harcisztam rá a paulómat, mert még ma vettem föl. Ja. Álljatok, kifújjam az irigyet. Az irigyet! Na. Na, gyerekek. Pedig hát itt a szelfigót a gépemen, de... Nem tudom, mindig elfelejtem. Na, mindig. Na. Hú, de sötét lett most. Mitől lett az ilyen sötét? Na ne. Olyan sötét, mint én. Mi? Jól van. No. Jók legyetek. További szép napot. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. De mely sötét? Ne legyen már sötét, mint én. És ha tetszett a videócska, akkor köszönöm szépen a lájkot. És akkor... Peace, baker. Who would that?